Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Facebook Live nézőit és hallgatóit. Ahogy a beköszöntőben is írtuk, washingtoni idő szerint ma délben kerül sor az Ábrahám egyezmény aláírására. Ezeknek az egyezményeknek, hiszen nem is egy, hanem egyszerre két békeegyezményről van szó, a jelentősége túlzás nélkül történelmi. Elég talán csak annyit mondani összehasonlításképpen, hogy Izrael történe, modernkori Izrael történetének eddigi 72-73 évében összesen két arab országgal tudott békét kötni. Ez ugye emlékezetes módon a Camp David-i egyezmény alapján Egyiptom, és az oszlói szerződést követően pedig 1994-ben Jordánia volt. Ezt a két országot azonban az elmúlt 26 évben nem követte újabb békeszerződés, annak ellenére, hogy az oszlói szerződésben 1999-et, tehát egy 5 éves időszakot jelöltek ki arra, hogy megszülessen az az új Közel-Kelet, amelyről többek közt Simon Peres, néhai izraeli államelnök és miniszterelnök könyvet is írt, hogy magyarul is megjelent, azonban nem egy új Közel-Kelet következett az oszlói szerződések aláírása után Izrael számára, hanem sajnálatos módon a régi korszak folytatódott, a terror időszaka folytatódott, sőt még fokozottabb módon. Nem történt megegyezés Bill Clinton elnöksége alatt, ezt követően nem történt előrelépés az ifjabbik George Bush elnöksége alatt, és nem történt előrelépés Barack Obamának a 8 éves elnöki ciklusa alatt, és sokak számára meglepő módon a 2016-ban elnökké választott Donald Trump lett az, aki egy a jelenlegi eredmények alapján azt lehet mondani, hogy működőképes egyezményt tett le az asztalra. Ennek az egyezménynek a bejelentés és az aláírása között rendkívül rövid idő telt el, szemben a korábbi egyezményekkel, amelyeket hosszú diplomáciai tárgyalások előztek meg. Ezt az egyezményt már körülbelül egy hónappal ezelőtt megszellőztették az aláírását, lehetőségét, de rendkívül rövid idő alatt sikerült eljutni erre a napra. A Fehér Házban egyébként több mint 700 vendég részvételével kerül sor az aláírásra. Ugye, mint ismert, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek jelentették be először a diplomáciai kapcsolatok teljes körű felvételét, és ezt követően pedig ehhez a megállapodáshoz csatlakozott Bahrein is, tehát két perzsa-öböl menti arab állam. Meg kell jegyezni mind a két államról, hogy korábban nem vettek részt az arab-izraeli háborúkban, nem voltak háborús viszonyban, hadi állapotban Izraellel. Ennek ellenére a palesztin üggyel való szolidaritás miatt és az arab államokkal való szolidaritás miatt ezt a kapcsolatfelvételt ők nem vállalták, nem tették meg. Volt egy ilyen videó, már nem élő, de ezzel kapcsolatos. Ezzel lejátszik a... Most, amíg várjuk a fehérházi kapcsolást, hogy a fehérháznak a videó linkjét kaptuk meg felhasználásra, de korábbi felvételekből most felidézzük azt, hogy mi is vezetett ide az Ábrahám egyezményeknek nevezett szerződéseknek az aláírásához. Ahogy a képernyőn is látható,
Donald Trump és Benjamin Netanyahu nem is egyszer találkoztak egymással a Fehérházban. Ezeknek a találkozóknak a hangulata, légköre egészen más volt, mint a korábbi Obama-Netanyahu találkozóké. Azok meglehetősen fagyosra sikerültek, és nem is alakult ki a két vezető között szorosabb megértés és kapcsolat. Egészen megváltozott ez az elmúlt 3,5 évben. Netanyahu még az elnökválasztási kampányban egyértelművé tette, hogy Donald Trump megválasztásának drukkol, és miután ez meg is történt, nem kellett az elmúlt 3,5 évben Izraelnek csalódnia az eredményekben, mert minden túlzás nélkül mondható, hogy minden korábbi amerikai elnöknél elkötelezettebb Izrael párti politikát valósított meg Donald Trump. Ennek a politikának a leglátványosabb mérföldkövei természetesen Jeruzsálem elismerése, mint Izrael állam oszhatatlan fővárosa, ez volt az első bejelentés, ezt követte az amerikai elnök bejelentése, hogy az amerikai nagykövetséget is áthelyezi Jeruzsálembe. Ugye ez volt az a döntés, amit 1995-ben már az amerikai kongresszus meghozott, de a kongresszusi döntésben szerepelt egy olyan záradék, amely lehetővé tette a mindenkori elnök számára, hogy újabb és újabb elnöki határozattal elhalassza ennek a döntésnek a megvalósítását. Trump azonban nem élt ennek a halasztásnak a lehetőségével, és így engedte, hogy a 95-ös kongresszusi törvény életbe lépjen, és ennek eredményeképpen megtörtént az amerikai nagykövetség áthelyezése Jeruzsálembe. Mind a két döntéssel kapcsolatban sokan tartottak attól, hogy egy intifáda hullámot, zavargásokat, vagy esetleg akár háborút is indíthat a Közel-Keleten. Ez nem történt meg, nem valósult meg. És ilyen szempontból is azt lehet mondani, hogy Trumpnak a politikája az hatékony és működőképesnek bizonyult. Még a térségre vonatkozó fontos esemény és lépés volt az, hogy Trump döntése alapján az Egyesült Államok kilépett az Iránnal kötött atomalkuból, amelyet még 2015-ben Obama elnöksége alatt kötöttek, és amely egy 10 éves időtartalmot adott Iránnak arra, hogy felfüggessze az atomprogramját, viszont tartani lehetett attól, és nagyon sok jel is mutatta, hogy Irán már ezt a 10 éves időszakot sem várná ki feltétlenül, hogy eljusson az atomfegyvernek a megszerzésére. Az Egyesült Államok azzal, hogy kilépett ebből a megállapodásból, újra lehetővé tette a szankcióknak, a korábbi szigorú szankcióknak az életbe léptetését. Idén januárban, január végén történt meg az évszázad alkujának is nevezett, de hivatalos nevén a Béke Vízió a Közel-Keleten címet viselő dokumentumnak a közzététele. Erről az egyezményről, erről a béketervről azt kell tudni, hogy a korábbi tervezetekhez és javaslatokkal ellentétben nem követeli meg Izraeltől, és nem követelte meg Izraeltől azt, hogy egyoldalúan területeket adjon föl a békéért, ahogy ezt a sajtó elnevezte, ez a béketerv a békét a békéért elvre
épül arra a tervre, amely azt mondja, hogy amennyiben az arab államok készek, beleértve a palesztinokat is megbékélni Izraellel, úgy Izrael is békével viszonozza ezt. Közben én már itt a képernyőn látom, hogy a Fehérháznak a balkonjára felsorakozott Donald Trump, Benjamin Netanyahu, valamint az Egyesült Arab Emírségek és Bahreinnek a külügyminisztere. Donald Trumpnak a köszöntője, Donald Trump bemutatja a Fehérházba érkezett vendégeket. Bahrein külügyminiszterét, valamint az arab, Egyesült Arab Emírségeknek a külügyminiszterét. Ma délután megváltoztatjuk a történelmnek a menetét a Közel-Keleten. Ennek a három országnak a vezetői egy olyan bátor lépést tettek, amely a békének és a prosperitásnak az irányába vezeti a térséget. Az első békeegyezményeknek az aláírására kerül sor, több mint egy negyed évszázad után. A korábban Izraelnek mindössze két állammal volt békeszerződése, Egyiptommal és Jordániával, most újabb két állammal jön létre szerződés. Izrael, az Emirátusok és Bahrein kölcsönösen nagykövetségeket nyitnak egymás országában, és készek arra, hogy szorosan együttműködjenek széles körűen a kereskedelem és egészségügyön kezdve számos más ágazatig. Megnyitják ezzel a szerződéssel a lehetőséget a világ különböző részéről érkező muszlimoknak, hogy Jeruzsálembe utazzanak, felkeressék az ottani muszlim szent helyeket. Ezek a szerződések egy kölcsönös, átfogó béke megállapodásnak az alapját jelenti. Reményeink szerint innen kezdve sok évtizeden keresztül működőképesek lesznek. Köszöntöm a vendégeinket a térségből, és köszönöm, és gratulálok nekik ez a történelmi lépésnek a megtételéhez. Szeretnék köszönetet mondani Mike Pence alelnök úrnak is. Mike Pompeo külügyminiszter úrnak. Robert O'Brien nemzetbiztonsági főtanácsadónak, Jared Kushnernek, aki a közel-keleti megbízottam, Brian Hook nagykövetnek, külön szeretnék köszönetet mondani David Friedman nagykövetnek, az Egyesült Államok Jeruzsálemi nagykövetének. Nagyszerű munkát végzett, nagyszerű emberekkel együtt. Senki nem gondolta volna, hogy erre sor kerülhet. Köszönöm nagykövet úrnak. A Közel-Keleten egymás követő nemzedékek várták azt, hogy megtörténjen, előrelépés történjen,
az arabok és a zsidók között, akik ellenséges viszonyban voltak egymással. Az ott élő emberek folyamatosan fenyegetések alatt éltek a terrornak és az erőszaknak a fenyegetésében. Ezek az egyezmények azt bizonyítják, hogy a térségben élő népek készek tovább lépni a kudarcot vallott korábbi megállapodásoktól, és bízunk abban, hogy nagyon hamar más országok is csatlakozni fognak a most aláírandó megállapodásokhoz. A közel-keleti népek látják, hogy nem követhetik tovább a gyűlöletnek az útját Izraellel kapcsolatban, és nem építhetik a régiójukat Izrael államának a tagadására. 53 arab és muszlim nemzet, köztük Szaúd-Arábia, ezeket a nemzeteket felszólítom arra, hogy kövessék ezt a példát, dolgozzanak együtt, működjenek együtt a biztonságnak és a prosperitásnak az építésében. Egyértelműen szeretném világossá tenni, hogy a térség népei egy családhoz tartoznak, egy nemzet közösséghez tartoznak, és ezt közösen kell a jövőjüket építeni. A konfliktusokból úgy lehet előrelépni, a kétségbeeséstől, reménytelenségtől, hogy együtt arabok, zsidók, keresztények közösen, amit álmodnak, együtt egymás mellett haladva megvalósítják. Szeretnék gratulálni Izrael népének is, az arab emirátusok népének is, és Bahrain népének is. Ez egy nagyszerű nap az egész világ számára. Egy nagyszerű alkalom. Köszönöm azoknak is, akik eljöttek ide Washingtonba, hogy jelen legyenek. Kongresszusi képviselők, köszönöm mindenkinek a segítségét, támogatását. Csodálatos nap a világ számára, a béke számára. Szeretném megkérni a résztvevőket, az Egyesült Arab Emirátusoknak a külügyminiszterét és Bahrein külügyminiszterét, hogy fáradjanak előre az aláírás, a szerződés aláírásához. Kedves barátaim, tisztelt First Lady, tisztelt vendégeim, köszönöm a feleségemnek, köszönöm a delegációm tagjainak, hogy részt vehetnek ezen a napon. Köszönöm Pence alelnök úrnak, Pompeo külügyminiszter úrnak, kongresszusi képviselőknek, Kushner úrnak, nagyköveteknek, és más vendégeinknek. Ron Dermer, izraeli külügyminiszternek a közreműködését szeretném külön megköszönni, hogy ezen a napos, szeptemberi napon itt lehetünk. Minden izraeli nevében vagyok itt. Időnként kevésbé napos időt élünk mostanában, de ez egy igazán napos és békés nap. Hölgyeim és uraim, elnök úr, ez a mai nap a történelem lapjaihoz tartozik. A béke történelmek napjaihoz. Több ezer éven keresztül a zsidó nép a békéért imádkozott. A zsidó ima a békéért szól. Ezért vagyunk ma itt nagy hálával és örömmel,
Köszönöm Trump elnök úr az ön határozott vezetését. Bátran konfrontált azokkal az erőkkel, amelyek akadályozni akarták a békét, és sikeresen tető alá hozott egy olyan békeegyezményt, sőt kettőt is, amelyet itt most aláírunk, amely Amerika, a Közel-Kelet, sőt az egész világ számára áldást jelent. Hálás vagyok az arab emirátusok külügyminiszterének, köszönöm mindkettőjüknek a bátor államférfiúi kiállásukat a béke mellett. Hálás vagyok bahraini külügyminiszter úrnak is, hogy csatlakozott az emirátusokhoz együtt Ábrahám gyermekeiként, hogy békét kössünk. Izrael minden közel-keleti barátjának és mindazoknak, aki a jövőben csatlakozni kívánnak hozzánk, azt üzenem, azt mondom, hogy Szalem aleikum, békét kívánok. Hallották az elnököt, hogy kész arra, hogy további résztvevőket is bevonjon ebbe az egyezménybe. Eltökélten törekszik arra. Ezért köszönöm, elnök úr, hogy nem hagyja abba a béke iránti erőfeszítéseit. Hölgyeim és uraim, Izrael népe pontosan tudja, jól ismeri a háborúnak az árát, költségét. Én magam is háborúban sebesültem meg. Katonaként szolgáltam a hazámat. Bátyám Joni az életét adta Ugandában az entebbei túszoknak a kiszabadításáért. Joni ennek a békét nem érhette meg, hogy nem érhették meg Izraelnek az elesett katonái sem. De láttam és ismertem őket, ezért különösen megindító számomra, hogy itt lehetek ma. Mert akik a háborúban részt vettek, azok különösen értékelik a békének az áldásait. A béke áldásai közé tartozik mindenek előtt az, hogy ennek a békének a célja és a reménye az, hogy más arab országokra is kiterjedhet. Aminek az eredményeképpen az arab-izraeli konfliktus egyszer és mindenkorra véget érhet. Másodszor, nagy gazdasági lehetőségek állnak előttünk az egész térségünk számára, minden itt élő állampolgár számára előny származhat ebből. Mert ez nem csak vezetők közötti béke, hanem népek közötti béke, amit most aláírunk. Azok a vezetők, akik itt most mi aláírjuk ezt a szerződést, a népeinket is képviseljük. Közösen együtt megoldást találhatunk. A térségünk számára és azon kívül is. Ismerjük azokat a nehézségeket, amelyekkel mindnyájan szembenézünk. De lépjünk előre,
egymásnak a megbecsülése irányába. Tegyük félre az ellenségeskedést. Az a béke, amit ma aláírunk, hölgyeim és uraim, én az életemet Izrael biztonságának szenteltem a nemzetek között, a zsidó állam biztonságának. Azért dolgoztam, hogy Izrael erős legyen. Mert megtanultuk a történelmi, hogy az erő, az biztonságot, az erő végül elhozza a békét is. És ezért újra és újra azt szeretném mondani, hogy ez erő hozza el a békét. Több ezer évvel ezelőtt a történelem megtanított bennünket arra, hogy a Bibliában ősatjáink is ebben a békében reménykedtek. Isten adjon erőt a népének, és Isten áldja meg békével az ő népét. Elnök úr, tisztelt vendégeink, ez a hét, a Rosh Hashanah, az új évnek az hete, és milyen áldás az, hogy itt lehetünk, a reménynek az áldását mondhatjuk, és a békének az áldását. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, az Egyesült Arab Emírségeknek a külügyminisztere. Elnök úr, miniszterelnök úr, és barátom, Bahreini külügyminiszter úr. Szalaim aleikum. Hadd kezdjem azzal, hogy az emírségek népének az üdvözletét tolmácsoljam, különösen elnök úrnak és az amerikai népnek. Arabul folytatom a beszédemet, és remélem, hogy lesz tolmácsolás hozzá. اللهم انت السلام ومنك السلام فالبحث عن السلم مبدأ اصيل ولكن المبادئ تتحقق فعلا عندما تتحول الى افعال وها نحن اليوم az emírségek külügyminiszterének a beszéde arabul hangzik el, de honlapunkon ezt is. Ahogy mi is mondjuk, megérkezett közben a fordítás, a béke az túllép szövetségeseken, átalakítja a kapcsolatokat, és ma készek vagyunk arra, hogy a szívünkben és nem csak a papíron változást hozzunk. Ez az egyezmény nem lett volna lehetséges,
Donald Trump elnök úrnak az őszinte és kemény munkája nélkül, valamint kollégámnak, Mike Pompeo külügyminiszter úrnak és Jared Kushnernek az eltökélt munkája nélkül, akik az Egyesült Államok részéről törekedtek arra, hogy elérjék ezt az eredményt, szeretném mindnyájunknak megköszönni a munkájukat. Excellenciája Netanyahu miniszterelnök úr, Izrael miniszterelnöke, köszönöm a béke jobbot, és ez megerősíti az elkötelezettségünket, hogy együtt a palesztin népnek is segítséget tudunk nyújtani. Hölgyeim és uraim, ma egy új korszaknak a nyitányát láthatjuk. Ez egy történelmi eredmény. Izrael, az Egyesült Arab Emírségek együtt fog munkálkodni a jövőben, mert hiszünk abban, hogy az egész térségre jótékony hatással lesz az együttműködés, különösen az emberi szenvedéseknek a felszámolásában. Ma a térségnek a jövőjét új alapokra helyezzük, egy biztonságos és prosperáló jövőnek az alapjára. Az egész térség egy nagy humanitárius próba előtt áll, ebben az emírségek közreműködik. A megoldást megnyitjuk az ajtónkat azok előtt, akik a békét és a biztonságot és a jövőt szeretnék szolgálni. A társadalmaink nyitottak az infrastruktúra, a tudományos eredmények közös kihasználása, amely az egész Közel-Kelet számára előnyökkel járhat. هدف من هذه المعاهدات هو العمل
az emírségek megköszöni az Egyesült Államok segítségét annak a szerződésnek az előkészítésében, amit itt a Fehérházban készülünk aláírni, amely példa lehet minden békeszerető ember számára az egész világon. Ez az egyezmény a mi részünkről támogatást is jelent a palesztin nép küzdelme iránt, mert a korábban aláírt egyezmények alapján áll, amit most készülünk aláírni. Ebben a nehéz évben, amikor az egész világ a koronavírus járványtól szenved, az országom, az emírségek megerősítette az elkötelezettségét, az egymás iránt való kiállásban, ahogy az humanitárius erőfeszítések a térségben zajlanak. Ezekben a nehéz időkben az országom képes volt egy űrszondát eljutatni a Marsra. Ez mutatja, hogy milyen képesek vagyunk, milyen tudományos eredmények elérésére vagyunk képesek. Az elmúlt évben első arab űrhajósként az emírségeknek az asztronautája járt a világűrben. De ez a szerződés, amit most aláírunk, további tudományos előrelépésekre is lehetőséget ad. Hölgyeim és uraim, a bátorság, eltökéltség a jövő iránt segíti előbb a nemzetek közötti megbékélést. Ez a mi meggyőződésünk, hogy a békét, aki a helyes útról közelíti meg, az Isten kegyelmével el is érheti azt. Köszönöm. És pedig a bahraini külügyminiszter következik. Elnök úr, First Lady, miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Ma egy igazán történelmi eseménynek lehetünk a tanúi, ami lehetőséget ad a Közel-Kelet minden népe számára, és azoknak a millióknak,
akik a nemzedékeinkben élnek. Bahreini királyság és Izrael állama közötti béke megnyitja egy hosszú távú, valóságos béke előtt. Mindazok számára, akik az országunkban élnek. Nagyon régóta a Közel-Keletet már visszafogja a konfliktusoknak a sora, példátlan pusztítás miatt szenvedtek nemzedékek, és ez rontotta meg fiatal nemzedékeknek az életét. De most lehetőségünk van arra, hogy ebből kilépjünk. Azért vált ez lehetővé, mert az országunk vezetője vette a bátorságot ahhoz, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, a békének a lehetőségével. És a bahreini nép is támogatja ezt. Évszázadok óta keressük a lehetőséget az együttműködésre. Köszönöm Önöknek, hogy lehetővé tette a békén, a tiszteleten, a megértésen és a kölcsönös együttműködésen alapuló békének a lehetőségét. Testvéreink az emírségekben, köszönöm, hogy Önök is megteszik ezt a lépést, mert ez az erős vezetésnek a köszönhető az, hogy lehetővé válik a béke. Izrael államának, Netanyahu miniszterelnök úrnak, és köszönöm, hogy fölismerte a valódi békének a fontosságát, amely védelmezi a népek, a térségben élő népeknek a jogait, különösen szeretném kifejezni a nagy köszönetemet Donald Trump elnök úrnak, és elismerésemet, akinek a kormányzata, elnök úr, az Ön államférfői vezetése hozott ide bennünket ma erre a békeszerződésre. Pompeo külügyminiszter úr, Jared Kushner úr, Abby Ricobet úr, és mások, sok vezető, akik részt vesznek, együttműködtek ebben az úton. Hölgyeim és uraim, ezek az egyezmények, felszólítanak bennünket arra, hogy gyorsan és erőteljesen lássunk neki a munkának, a béke megteremtésének, amely igazságos, kölcsönös és tartós országaink között, és amely kiterjeszti a békét a palesztin nép számára is. Megmutattuk ma, azt, hogy lehetséges ez az út, és realista megoldási lehetőség van. Elérhető a béke.
egy nagyszerű lehetőséget látunk magunk előtt a békének, a biztonságnak és a prosperitásnak a megteremtésére a térségben. Hogy gazdasági partnerek legyünk egymás számára. Köszönöm. Elsőként Donald Trump amerikai elnök, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és az arab emírsége külügyminisztere írja alá Izrael és az emírsége közötti békeszerződést. Második szerződés, aminek az aláírására most sor kerül, Izrael állama és a Bahreini királyság közötti békeszerződés. Három nyelven, angolul, héberül és arabul.
most pedig harmadik egyezményként a négy jelenlévő vezető, Donald Trump amerikai elnök, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, az Egyesült Arab Emírségeknek és Bahreinnek a külügyminiszterei aláírják az Ábrahám egyezményt, ami a négy ország közös megállapodása héberül, arabul és angol nyelven. Washingtonból, a Fehérháznak rózsakertjéből közvetítettük az Ábrahám egyezmények aláírását, Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein között, Amerikának, az Egyesült Államoknak a közreműködésével, a négy vezető most az aláírt szerződésekkel együtt vonul vissza a Fehérházba. Az egyezmény aláírásán több mint 700 vendég vett részt, amerikai kongresszusi képviselőkön és politikai személyiségeken kívül számos külföldi vendég, köztük Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere. Köszönjük a figyelmüket!